Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Bebizonyosodott, hogy hazánk köztársasági elnöki székében egy pedofil simogató ül. Legalábbis addig, amíg hagyjuk. Pénteken derült ki, hogy Novák Katalin tavaly elnöki kegyelemben részesítette a Bicskei Gyermekotthon egykori igazgató helyettesét, aki falazott a pedofil igazgatónak, emiatt pedig elítélték. A Novák által szabadon engedett K. Endre szexuálisan bántalmazott gyermekeket próbált rávenni arra, hogy hamis vallomásokat írjanak alá arról, hogy nem történt velük semmi. Aki egy ilyen embernek, egy pedofilnak, falazó bűntársnak kegyelmet ad, az maga is pedofil simogató, és méltatlan arra, hogy Magyarország köztársasági elnöke legyen. A Demokratikus Koalíció országgyűlési frakciója megfosztási eljárást kezdeményez Novák Katalin ellen, mert méltatlanná vált a köztársasági elnöki posztra. Nem lehet egy pedofil simogató Magyarország legfőbb közjogi méltósága. Nem képviselhet minket sem itthon, sem külföldön egy pedofil simogató. A DK mai napon megkezdi a képviselők ötödének aláírásának összegyűjtését, hogy meginduljon a megfosztási eljárás Novák Katalin ellen, és ne egy pedofil legyen a köztársasági elnök. Aki pedofiloknak, vagy őket segítőknek ad kegyelmet, azt egy európai nemzetnek ki kell vetnie magából. Mert egy pedofil simogatónak nincs helye sem a legfőbb, sem más közjogi pozícióban. A tavaly kiengedett K. Endre ügye már a sokadik csepp a pohárban. Az Orbán kormány láthatóan sorra védi meg, menekíti haza, vagy engedi ki a börtönből a fideszes pedofilokat. Ez viszont az első olyan eset, amikor ehhez Magyarország legfőbb közjogi méltósága a köztársasági elnök is asszisztál. Ezért most kell azt mondanunk, hogy elég volt. A Demokratikus Koalíció országgyűlési frakciója tehát megfosztási eljárást kezdeményez Novák Katalin ellen, mert méltatlanná vált a köztársasági elnöki posztra. Nem lehet egy pedofil simogató Magyarország legfőbb közjogi méltósága, nem képviselhet minket sem itthon, sem külföldön egy pedofil simogató. Aki pedofiloknak vagy őket segítőknek ad kegyelmet, azt egy európai nemzetnek ki kell vetnie magából, mert egy pedofil simogatónak nincs helye sem a legfőbb, sem más közjogi pozícióban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!